Nagykállóban még az előző városvezetés pályázott sikeresen vállalkozói inkubátorház építésére. A létesítmény kivitelezése azonban csak idén márciusban kezdődhetett el. A projekt teljes mértékben Európai Uniós forrásból, 661 millió forintból valósulhat meg. Fő célja pedig a város és a térség foglalkoztatásának és vállalkozói aktivitásának növelése. Az inkubációs épület rendelkezik iroda és műhelycsarnokkal, ezáltal egyaránt alkalmas lesz termelő, szolgáltató, illetve logisztikai tevékenységek befogadására, de a járás kis és nagykereskedelmi központ szerepét is betöltheti. Maga az épület szerkezete ugye 200 és 100 négyzetméteres műhelyegységeink lesznek kialakítva, mindegyik saját vizes blokkal, kis irodával, szociális blokkal, öltözővel, illetve külön fogyasztási mérőkkel kerül kialakításra, és ennek lesz majd ugye a hasznosítása 4 darab ilyen műhelyegység, és 1 darab ilyen nagyobb 400 négyzetméteres logisztikai raktár, pont ahol most állunk, ez már az a rész lesz, ez nem lesz 2/3-nál elválasztva a hosszában ez a helyiség, hanem ez egy nagy légtér lesz. Simon Miklós országgyűlési képviselő az eseményen elmondta, a térségben gazdaságélénkítés céljából az utóbbi években Nagykálló kapta a legtöbb pályázati forrást. Nagy szó a vállalkozásoknak végeredményben ez az épület, ez a beruházás. Ha szerényen akarnánk fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy meghúzhatják itt magukat. Én inkább szeretnék egy kicsit optimistábban fogalmazni. Beteljesíthetik az álmaikat, mert hogy ez olyan infrastruktúrális lehetőségeket ad ez az épület, amivel megalapozhatják a vállalkozásuk a jövőjüket, és amikor ez megtörténik, akkor a szomszédos ipari parkba átmehetnek, területet vásárolhatnak, és bővíthetik a vállalkozásukat. A nagykállói önkormányzat már hónapok óta folyamatosan egyeztet helyi és a város közelében működő vállalkozásokkal. Horváth Tibor kifejtette, egy cég érkezése már szinte biztosnak tekinthető, és jól haladnak a tárgyalások több más lehetséges partnerrel. Ugyanakkor, ami a fenntartást és bérbeadást illeti, néhány fontos anyagi kérdésben még meg kell egyeznie a képviselőtestületnek. Nyilván még itt konkrét megegyezés nem született, ugyanis még maga a testület nem dolgozta ki teljesen a mikéntjét. Ugye maga a mérők mérhetőek, így a rezsiköltségét egyszerűen lehet kezelni, de maga a bérleti díj konstrukciót, ugye sok helyről próbálunk információkat gyűjteni ez ügyben, hogy jó döntés szülessen, és senki ne csorbuljon, mindenki ennek a hasznát élvezze, ugyanakkor az önkormányzatnak se legyen teher, hogy tartjuk majd fent ezt az épületet. A polgármester kifejtette, az inkubátorház megépítésével várhatóan nőni fog Nagykálló versenyképessége, és remélhetőleg növekszik a térség gazdasági vonzereje is. A kivitelezés előre eltervezett üteme szerint az új épületet szeptemberben adhatják majd át.